Döntések a programban, gyakorlás. Gyakoroljuk a feltételes elágazások egymásba ágyazását és a többágú szelekciót. Lássuk a tankönyv 54. oldalán a 10-es A feladatot. A síkot a koordináta tengelyek 4 negyedre osztják. A negyedeket a koordináták előjele alapján tudjuk megkülönböztetni egymástól. Az első koordináta, az X, az első és a negyedik negyedben pozitív, a második és a harmadik negyedben negatív. A második koordináta, az Y, az első és a második negyedben pozitív, a harmadik és a negyedik negyedben negatív. Írjunk programot, amely beolvassa egy pont két koordinátáját, majd megállapítja, hogy melyik negyedben van. Az A feladatban a pont nem esik egyik koordináta tengelyre sem. A feladatot a feltételes elágazások egymásba ágyazásával oldjuk meg. Először például az első koordináta előjelét vizsgáljuk meg, ennek megfelelően választunk ki két-két síknegyedet, azon belül pedig a második koordináta előjele alapján döntünk. Készítsünk egy új projektet síknegyedek néven. Adjunk az űrlaphoz egy parancsgombot, egy címkét és két szövegdobozt. Az elrendezés során ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze a szövegdobozokat, az elsőbe kerül az X, a másodikba pedig az Y koordináta. Deklaráljuk az X és Y változókat, melyek lehetnek törzszámok is, ezért single típust alkalmazunk. A szövegdobozokból beolvassuk a koordináták értékét. Következik az X-re vonatkozó feltételes elágazás. A megjegyzésbe odaírom, hogy melyik két negyedről lehet szó. Közöttük az Y segítségével döntünk. Ha az Y is nagyobb, mint nulla, akkor a pont az első negyedbe esik. Egyébként, tehát, ha az Y kisebb, mint nulla, akkor a negyedik negyedben vagyunk. Ezzel az X egyenlő nulla esetet áttekintettük. Következik a hamis ág, tehát, ha az X kisebb, mint nulla. Ebben az esetben ismét az Y vizsgálata következik, átmásolom ide a beágyazott elágazást, csupán a negyedeket kell módosítani. Ha az X negatív, az Y pozitív, akkor a második negyedben vagyunk, ha az X és az Y is negatív, akkor pedig a harmadik negyedben. Elkészült a program, próbáljuk ki. Mindkét koordináta 1. Az első negyedben vagyunk. Az X plusz 1, az Y mínusz 1. Ez a negyedik negyed. Az X is, és az Y is mínusz 1. A harmadik negyed, végül az X mínusz 1. Az Y plusz 1, ez pedig a második negyed. Helyesen működik a program. Bezárom a programablakot és a projektet is. Oldjuk meg a tankönyv 55. oldalán a 12-es feladatot. Olvassuk be a pontszámot, határozzuk meg, majd írjuk ki a jegyet. Hozzunk létre egy új projektet érettségi néven. Az űrlapra egy parancsgomb, egy címke és egy szövegdoboz kerül.
Ne felejtsük el, hogy a szövegdoboz tartalma string típusú, amit a Visual Basic csak akkor vált át numerikus értékre, ha egy numerikus változóban tároljuk. A stringekkel később részletesen is foglalkozunk. Most csak annyit jegyzek meg, hogy a számjegyekből álló stringek összehasonlítása nem feltétlenül vezet ugyanarra az eredményre, mint a numerikus értékek összehasonlítása. A 7 string például nagyobbnak számít, mint az 1-esből és 9-esből álló string. Erről, mint említettem, később részletesen lesz szó. Minket most csak annyi érint, hogy a beolvasott karaktersorozatot feltétlenül numerikus értékké kell átalakítani. Ennek legegyszerűbb módja, ha egy numerikus változóban tároljuk. Deklaráljuk tehát a pont, és bár nem lenne rá feltétlenül szükség, a jegy nevű egész típusú változókat. Olvassuk be a pontszámot. Vegyük sorra a lehetséges eseteket. Ha a pontszám legfeljebb 19, akkor sajnos a jegy 1-es. Egyébként, ha a pontszám legfeljebb 32, itt álljunk meg egy pillanatra. Vegyük észre, hogy ennek az esetnek megfelel az első eset is, hiszen ha a pontszám legfeljebb 19, akkor az is igaz, hogy legfeljebb 32. Emlékezzünk vissza arra, hogy a többágú szelekciónál, ha egy feltétel teljesül, akkor a többi esetet a program már nem vizsgálja meg. Ide tehát csak akkor kerülünk, ha a pontszám nagyobb, mint 19. Nagyobb, mint 19, de legfeljebb 32, a jegy 2-es. Ugyanezt a gondolatmenetet folytatva, ha a pont legfeljebb 46, akkor a jegy 3-as, egyébként ha a pont legfeljebb 59, akkor a jegy 4-es. Ha helyesen gépelték be a pontszámot, és eddig egyetlen eset sem teljesült, már csak az 5-ös marad. Megismétlem, hogy bár a feltételek nagy mértékben átfedik egymást, de ha az egyik feltétel teljesül, a többit a programunk már nem vizsgálja meg. Ezért aztán lényeges a feltételek sorrendje. Nem keverhetjük őket össze. Már csak a jegy kiírása van hátra. Próbáljuk ki a programot. Elértünk 3 pontot. Ez sajnos 1-es. Ha 22 pontunk van, akkor már 2-es. Egészen 46 pontig. A 3-as következik. 58-nál. És persze 59-nél. 4-est kapunk. Végül 59 pont fölött. 5-ös lesz az eredményünk. A feltételes elágazást a feladat szövegének megfelelően hiba jelzéssel is kiegészíthetjük. Bezárom a programot, és az egyébként ágat is else if-fel egészítem ki. Legfeljebb 100 pontot lehet elérni, a jegy ekkor 5-ös lesz. Ez a módosítás valójában felesleges volt, hiszen ha az eddigi feltételek nem teljesülnek, és érvényes pontszámot adtak meg, akkor az biztosan legfeljebb 100. Ha 100-nál nagyobb
a pontszám értéke, ezt tekintjük most egyébként ágnak, akkor hiba üzenetet kell adnunk. Tegyük ezt meg egy üzenetablak segítségével. Mivel a jegy kiírása a feltételes elágazás után szerepel, ezért adjunk ebben az esetben például nulla értéket a jegynek. Próbáljuk ki a programot. Mivel csak az ötöst változtattam meg, ezért az előző jegyekre vonatkozóan nem írok be pontszámot. Ha 99 pontunk van, az még ötös, de ha 101-et gépelnék be, akkor itt a hiba üzenet, és az OK gombra kattintás után nulla jelenik meg a jegy helyén. Bezárom a programot. Vedd észre, hogy a pontszám beírásánál más hiba is előfordulhat. Nullánál kisebb értéket valószínűleg nem adnak meg, bár szükség esetén ezt is belevehetjük az elágazásokba. Gyakoribb eset, hogy számként nem értelmezhető string kerül a szövegdobozba, például szóköz, vagy akár betű karakter. Ennek a kiszűrésére még nincsenek módszereink. Mint említettem, az egymást átfedő feltételeknél lényeges a vizsgálatok sorrendje. Alakítsd át a programot úgy, hogy először az ötös derüljön ki, aztán a négyes, és így tovább. Hogyan kell megváltoztatnod a feltételeket? Alaposan teszteld a programodat. Én most inkább bezárom a projektet, és rátérek a tankönyv 55. oldalán a 16-os feladatra. Hozzunk létre egy új projektet Színez névem. Most csak egyetlen parancsgombra lesz szükségünk, de a forráskód megírása előtt a háttérszínt pirosra állítjuk. Bár az eseménykezelő eljárásban le tudjuk kérdezni az ablak háttérszínét, áttekinthető programhoz jutunk, ha ezt egy külön változóban is feljegyezzük. A szín karaktersorozat, tehát string. Mivel először pirosra állítottuk, így inicializáljuk a változót. Az eseménykezelő eljárásban egy többágú szelekció segítségével vizsgáljuk meg az aktuális színt, és váltjuk át a következőre. Ha tehát a szín piros, akkor legyen ezentúl zöld. Természetesen ne feledkezzünk meg a háttérszín tényleges váltásáról. Egyébként, ha a szín zöld, akkor legyen ezentúl kék, csak úgy, mint a háttérszín. Következik a kék vizsgálata. Amiután sárgára váltunk,
végül, tehát ha a szín sárga, akkor visszaváltunk pirosra. Próbáljuk ki a programot. Kezd a pirossal, és a parancsgomb egymást követő lenyomásával átváltunk zöldre, kékre, sárgára, majd ismét pirosra. Egyetlen gombbal oldottuk meg a színek módosítását. Bezárom a programot és a projektet is.